Csak nem 12 éve szolgálja ez az inkubátorház Nyírbátorban a helyben működő vállalkozások irodai tevékenységét. Mivel az épület szinte teljesen kihasználtá vált, szükséges volt a bővítés, mellé pedig már épül is az új épület rész. Az új szárnyban 11 irodát, 6 műhelyhelyiséget és kiszolgáló helyiségeket alakítanak ki. A beruházás részben hazai részben Európai Uniós támogatásból valósul meg, csak nem fél milliárd forintból. Ez egy különleges helyszín, hiszen egy olyan inkubátorházat bővítünk, ami már évek óta szolgálja a gazdaság növekedését, és amit most láthatunk, ez is két különálló projektből valósul meg. Van egy határon átnyúló projekt Nagy közösen, és van a toppos pályázatból egy gazdaságfejlesztési projekt, és ezt a kettőt kellett nekünk is, és a kivitelezőnek is összehangolnia. A csaknem 57 hektáros nyírbátori ipari parkban többek között gyógyászati segédeszközöket, repülőgép alkatrészeket és jármű elektronikai eszközöket előállító külföldi cégek alakítottak ki gyárakat. Az új inkubátorházban azonban a maximum három éve bejegyzett helyi mikro-, kis- vagy középvállalkozások, valamint az induló és startup vállalkozások kaphatnak helyet. Ezen a területen pedig más forrásból hűtőház is épül majd. Összeértek a különböző pályázati időszakok és kategóriák, hiszen éppen a heteken belül, pár héttel ezelőtt nyertünk egy újabb gazdaságfejlesztési programot, ezt már a Top Plus ból amelynek kapcsán a mezőgazdasági vállalkozókat egy új ilyen plost hűtés technológiát segítő, alapvetően a gyümölcs termelés, termelőket támogató projekt fog megvalósulni ugyanezen a helyszínen. A tervek szerint a munkálatok lényeges részével tavasszal elkészülnek Nyírbátorban, nyártól pedig benépesülhetnek az új épületrészek.